Kedves igazságkeresők, a főáramú média fekete bárányai épp olyan fehérek, mint a többi. Tudjuk jól, hogy kik a főáramú média fekete bárányai. A főáramú média fekete bárányai azok a személyek, akik egyébként az alternatív média főhősei. És szeretném, kedves agatok, hangsúlyozni, hogy én ezt nem elmarasztalással mondom, nem haragszom én rájuk, mint mondtam, és mindig is szoktam mondani. Én teljes szívemből kívánom azt, hogy hallja ezt a gondolatcsomagot, akár érintett a témában. Adja meg neki az Úristen, hogy ébredjen fel. És ezt nem úgy értem az ébredés, akkor higgye azt, amit én hiszek, vagy nekem higgye. Az ébredés nem az, hogy valaki azt hiszi, amit én hiszek. Az ébredés nem az, hogy valaki velem egyetért. Nem ez az ébredés, kedves agatók. Nem én vagyok itt a szuperszár. Nem engemet kell követni mostantól. Nem azért készítem a videókat, hogy aki ezt hallja és megérti, engemet kövessen mostantól. Hanem azért követem, és azért készítem ezeket a videókat, hogy aki megérti, amit mondok, az ember szabaddá váljon. Legyen az a fehér bárány, a fekete bárány, a főáramú média főhőse, vagy az alternatív média főhőse. Tehát ott tartunk, hogy a főáramú média fekete bárányai nem másak, mint az alternatív média főhősei. Az alternatív média főhősei most jelenleg, ahogy én látom, bár nem igazán foglalkozok, tehát nem követem őket, csak tudok a jelenségről. Ugye ez a Pócs Alfréd, Gödény György, Lenkei Gábor, meg a Tamasi József. Hangsúlyozom, nem szeretnék elmarasztalással beszélni róluk, nem haragszom rájuk, nem nézem le őket, hisz én is épp egy olyan nyomorult ember vagyok, mint ők, vagy bárki más, aki benne van ebben a kelepcében, amibe belekerült az emberiség. Tehát ők az alternatív média főhősei, hát nem beszélve, hogy a különböző ilyen alternatív média források, hírportáloknak a vezetői, ők is ugye részét képezik ennek az alternatív médiának egyébként. Tehát ők, akik az alternatív médiában úgymond fős, ilyen fő pozíciót, főszerepet kaptak, ők az alternatív médiának a fekete bárányai. Tehát most konkrétan ugye Tamasi József, ő a főáramú média szemében, ő fekete bárány. Az alternatív média szemében viszont egy főhős, aki ugye jót akar a magyarságnak. A videónak az alap gondolata, hogy a főáramú média fekete bárányai épp olyan fehérek, mint a többi. Én többször mondtam azt már, hogy el van hitetve a magyarsággal, hogy van alternatív média. Többször bebizonyítottam azt, hogy Isten segedelmével, hogy az alternatív média ugyanabból a forrásból táplálkozik, mint a főáramú média. Ugyanaz a szellemiség által van vezetve, mint a főáramú média, kedves hallgatók. És a főáramú média által az alternatív média főhősei azért vannak feketének feltüntetve, hogy aki nem hisz a fehérekben, higgyen a feketékben. Ez a lényeg, kedves hallgatók. Aki nem hisz a fehérekben, higgyen a feketékben. Így módon az alternatív média kreálta fekete bárányok, a szkeptikusok élére állva, a kételkedő magyarokat is a tömeggondolkodásban tartják, aminek a lényege az emberek követése. Szeretném ismételni magamat, hogy minél többen megértsék a lényeget, kedves hallgatók. Nem komplikált dolgok ezek, szerintem ez bárki megértheti, akiben van egy kis igazság, szeretet. Nem komplikált dolog ez, egyáltalán.
Tehát a lényeg az, hogy a főáramú médiának a szereplője úgy a fekete bárány, mint a fehér bárány. A fehér bárányok azok, akik a főáramú híreket terjesztik, azokban hisznek, amit a WHO mond, ugye? A WHO közleményeiben, a világmédia közleményeiben hisznek, ők a úgymond a fehér bárányok, akik ugye egészséges követői a főáramú médiának. A fekete bárányok azok, akik nem hisznek a főáramú híreknek, nem hisznek a WHO-nak, viszont hisznek valamiféle alternatív megközelítésben, amit ők terjesztenek, és aminek ők az élére álltak. Tehát az a lényeg, kedves hallgató, ennek az egész játéknak, hogy akik nem hisznek a főáramú médiának, azok higgyenek az alternatív médiának, avagy az alternatív médiának a főszereplőinek, akiket az előbb felsoroltam. Többször elmondtam, hogy ugyanoda visz mind a kettő. A lényege ugyanaz úgy a főáramú médiának, mint az alternatív médiának. Az emberi gondolkodásban tartja az embereket. Az emberek követésében tartja az embereket. Érthető? Ez a lényege. Tehát aki a főáramú médiát követi, azok is embereket követnek. Ők is tekintélyeket követnek. Ugye, tehát legfőképp ugye maga a főáramú médiának a hívei. Ők emberi tekintélyeket, doktorokat, professzorokat, tudósokat követnek. Az egészségügyi világszervezetnek a szószólóit követik. De viszont, kedves hallgatók, akik az alternatív médiát követik, ők is embereket követnek. Tehát akik az alternatív médiának a hívei, avagy ugye a fekete bárányok hívei, ők is embereket követnek. Tehát ők is benne vannak az emberek követésében, kedves hallgatók. Sőt, a durva az, hogy a fekete bárányok azt sugallják követőiknek, hogy mivel ők elítélik a rendszert, jobban látják a dolgokat, mint a tömeg. Tehát a fekete bárányok, avagy az alternatív média főszereplői azt sugallják az ő követőiknek, hogy mivel ők elítélik a rendszert, látják a rendszernek a hibáit, ők jobban látják a dolgokat, mint a tömeg. Annak ellenére, hogy ők is szolgálják a rendszert. Hangsúlyozom. És kedves hallgatók, megkérem szépen mindenkit, hogy picit alázza meg magát, mert másképp ezt nem fogja megérteni. Egy kis önkritika nélkül, egy kis alázat nélkül ezt nehéz megérteni, ezt nehéz felfogni. Pedig egyszerű. Tehát a fekete bárányok, avagy az alternatív médiának a főhősei, vezetői, ugye? Tehát a médiának az üzemeltetői, vezetői és a főszereplői, akiket az előbb felsoroltam, azt sugallják beszédeikkel a követőiknek, hogy mivel ők, avagy a követőik elítélik a rendszert, ugye látják annak a hibáit, jobban látják a dolgokat, mint a tömeg. De viszont, mint látjuk és tapasztaljuk, mindenki, aki az alternatív médiát követi, ugyanúgy rabja a rendszernek, mint azok, akik a főáramú médiát követik. Legyünk őszinték, kedves hallgatók. Ugyanúgy rabjai vagyunk a monetáris rendszernek, az adófizetésnek, mindennek. Gyakorlatilag, mint a tömeg. Tehát úgy az alternatív média követői, mint a főáramú média követői, rabjai ugyanannak a rendszernek. Viszont az alternatív média követői egymás közt a birka jelzővel illetik azokat, akik a tömegmédiát követik. Tudom, kedves hallgatók, én is valamilyen mértékben találkoztam ezzel a szellemiséggel. Én is belestem a csapdába, hogy elkezdtem látni a rendszernek a hibáit, és szó szerint lebirkáztam mindenkit. Persze ezt nem mondtam ki hangosan, úgy magamban, egymás között elmondtuk, hogy jaj, milyen birkák az emberek. Én nem vagyok birka. Én okos és intelligens vagyok, de ők birkák. Ők birkák, mert hisznek a főáramú híreknek, ami hazugság.
Én tudom azt, hogy a főáramú hírek, híradó az hazugság, kedves ragatók. Tudom, hogy a WHO hazugság. Tudom, hogy a Covid és minden propagandot, ami van mellette, az hazugság. Nekem ez meggyőződése, kedves ragatók. De viszont az elején én is abba csapdába estem, hogy kezdtem követni az alternatív híreket, az alternatív megközelítéseket valamilyen szinten. És akkor, amikor én rájöttem arra, hogy a főáramú média hazudik, akkor tényleg kevésségbe estem. Ráadásul egy leplezett kevésségbe estem. Titkon lenéztem az embertársaimat, akik a főáramú médiát követik. És így, ekép, kedves hallgatók, a leplezett kevésség miatt azok, akik az alternatív médiát követik, avagy a fekete bárányokat követik, nagyobb tévejgésbe kerülnek, mint akik a fehérek után mennek, és hisznek a fősodrású híreknek. Érthető? Tehát mind a kettő ugyanabban a csapdában van. Úgy a tömegmédia követői, mint az alternatív hírek követői ugyanabban a csapdában vannak. Ugyanúgy rabjai a rendszernek, de viszont az alternatív hírek követői legtöbbször, nagyon sokan közülük, még mélyebben vannak a csapdában, mert bennük van egy ilyen leplezett kevésség. Hát ők is hazugságban vannak, mert az alternatív hírek is hazudnak. Érthető? Az alternatív hír is hazudik az embereknek, de viszont akik az alternatív híreket követik, ők azt gondolják, hogy ők jól látják a dolgokat. Nem mint a tömeg. A birkák, ugye? Mert birkáknak nevezett az embertársaidat, akik hisznek a főáramú híreknek. Holott te egy másik híradónak hiszel. Hiszel, mit tudom, az UFO-kban például, meg egy ilyen teljesen más, a hazugságnak egy teljesen más tálalásában hiszel. Teljesen mindegy, hogy a hazugság hogyan van tálalva. Ha egyszer hazugság, akkor az hazugság. A hazugság, akkor ugye az betegséget okoz, és halált szül. Ezért mondom azt, hogy akik az alternatív hírekben hisznek, ők nagyobb tévelgésben vannak, mert az ő hiedelmükhöz társul egy leplezett, eltakart, alattomos kevésség, ilyen felsőbbrendűség érzet, hogy én azt hiszem, hogy én jobban látom, én már jól látom a dolgokat, mert én követem a Lenkei Gábornak az előadását, a Pócs Alfrédnek a beszédét, Tamasi Józsefnek és Gödény Györgynek a YouTube csatornáját. Érthető, kedves hallgatók? Ez nagyon kényelmetlen gondolat. Tudom. Én tisztában vagyok azzal, hogy aki ezt hallja, meg fog ütközni mindenki. Főképp, aki ebben érintett. Talán most fogsz te is azzal szembesülni, most szembesülsz azzal, hogy te is be voltál csapva. És ráadásul jobban, mint a tömeg. Mert ha birka maradtál volna, akkor legalább nem van a kevésség benned. Akkor nem hinnéd azt, hogy te okosabb vagy. Te jobban látod a dolgokat, mint ők. Sőt, én találkoztam nagyon sok emberrel, tapasztalatból beszélek, akik hisznek a főáramú híreknek. Vannak kétségeik, kételkednek, de van bennük alázat. Jól figyelj! Kérlek, jól figyelj! Találkoztam olyan emberekkel, akik hisznek a tömegmédiában, a tömegmédiának hisznek, tehát be vannak csapva ők is. Van némi kételjük, kételkedenek, de viszont van bennük alázat. Van bennük ilyen keresés, ilyen kétkedés, meg keresés. Ők nincsenek meggyőződve teljes mértékben arról, hogy igaz minden, ami a Covid körül van, és ezért alázatosak. Nem nézik le az embertársaikat. De viszont, akik az alternatív hírekben hisznek, ugye a fekete bárányokban hisznek, fekete bárányoknak hisznek, a főáramú média fekete bárányainak hisznek, és az alternatív médiának a főhőseinek hisznek, azokban az emberekben nagy általánosságban ugye sokkal több a kevésség, ilyen rejtett, leplezett kevésség, ilyen felsőbbrendűség érzés. És el kell mondjam, kedves agatók, és senkit nem akarok megbántani, hogy mostan meggyőződésem szerint most úgy látom a dolgokat, hogy akik a tömegmédiában hisznek, azok az emberek még mindig közele vannak az igazsághoz. Tudom, hogy botrány. Elnézést, senkit nem akarok bántani.
De nekem teljes meggyőződésem, hogy akik a tömegmédiában hisznek, tömegmédiának hisznek, bár ők is be vannak csapva, sokkal közelebb vannak az igazsághoz, mint az alternatív média követői. Mert az előzőekben van alázat, van szerítség, az utóbbiakban meg nincs. Azt mondja Jézus, a farizeusoknak azt mondta, amikor ők kérdezték tőle, hogy ők is vakok volnának. Jézus azt mondta, hogy ha vakok volnátok, nem volna bűnötök. De mivel ezt mondjátok, látunk. Ezért a ti bűnötök megmarad, a bűnetekben fogtok meghalni. Na ebbe a csapdába esett az alternatív média követője Magyarországon. Akik követik ugye az alternatív média főhőseit, hogy ők meg vannak győződve arról, hogy igaz, amit ők tudnak. Igaz, amit Gödény György mond. Nem igaz, kedves agatók. Amit Gödény György mond, az nem igaz. Teljes meggyőződésem, hogy nem igaz. Vagy amit a Tamas József mond, nem igaz. Van igazság mindenhol, úgy a tömegmédiában, mint az alternatív médiában. De nem igazság, nem egy olyan igazság, ami felszabadít. És itt hangsúlyozom, hogy nem én vagyok a felszabadító igazság birtokosa. Nehogy valaki azt gondolja, hogy akkor én jobb vagyok, mint a főáramú média, és jobb vagyok, mint az alternatív média. Nem erről van szó egyáltalán ebben a videóban. Ebben a videóban arról van szó, hogy felhívom az embertársaim figyelmét, hogy milyen csapdák vannak az úton. Hogy milyen sok ember beleesett abba a csapdába, hogy ők nem hisznek a főáramú híreknek, de viszont hisznek Gödénynek, Tamasinak, Lenkeinek és Pócs Alfrédnak. De ők is be vannak csapva, kedves agatók. Miért? Azért, mert az előbb elmondtam, hogy ők is az emberkövetésben tartanak. Emberek követnek embereket. De viszont, hangsúlyozom, ismétlem, hogy akik az alternatív médiát követik, nem csupán, hogy tévelyegnek, pontosan úgy, mint a főáramú média követői, hanem van bennük egy ilyen leplezett kevésség, felsőbbrendűség érzés, amit még ők sem vettek észre, vesznek észre magukon. A főáramú és az alternatív média hazugságából, bocsánat, és türelmet kérek, igen, a főáramú és az alternatív média házasságából születő fekete bárányok. Azt a hamis gondolatot ültetik el követőik fejében, miszerint az volt a baj, hogy mostanig nem a jó vezetőket követték, hanem a rosszat. Ezért van az a sok hivatkozás, utalás a régió királyokra, az Árpádházi vezérekre. Folyton ezzel foglalkozunk, hogy régen milyen jó volt, és most milyen rossz. Tehát azt a hazugságot ültetik el az emberek fejében. Persze én most itt megint hangsúlyozom, hogy én nem hiszem, hogy ezt ők rossz indulattal csinálják, kedves hallgatók. Nekem például Pócs Alfréd kifejezetten szimpatikus. Szerintem egy abszolút jó lelkű ember, Pócs Alfréd. A másik hármat nem ismerem, vagyis Alfrédot sem ismerem, de belehallgattam egy-két videójába, és szimpatikus volt. A másik háromnak a videója már nem annyira. Úgy látom, hogy úgy érzem, hogy Alfréd egy ilyen tényleg jó szándékú ember, és nem annyira a maga dicsőségére akarja csinálni azt, amit csinál, mint sem avval a motivációval, avval a szándékkal, hogy segítsen a nemzetén. Tehát nem rossz indulattal mondom, amit mondok. De viszont az történik, ugye, hogy ez az alternatív média ugye szoros kapcsolatban van, az erős nemzeti érzésekkel, hogy folyton visszakotorázunk a történelembe, a Szent Korona, meg az Árpádházi királyok, meg a vezérek, és akkor minden sokkal jobb volt, és így úgymond közvetett módon azt a hiedelmet ültetik el az emberek fejében, hogy az volt a baj mostanig, hogy a rossz vezetőket követtük, és nem a jó vezetőket. De ez hazugság, kedves agatók. Nem az a baj, hogy Magyarországon a rossz vezetőket követik az emberek, és nem a jó vezetőket. Mert mindenkinek
Tehát mindenki, akiben hisz, az a jó vezető, mindenki a jó vezetőben hisz. A bal oldal épp úgy meg van győződve arról, hogy a jó vezetőkben hisz, mint a jobb oldal, kedves hallgatók. Úgy, hogy ez nem olyan komplikált ezt megérteni. Tehát mindenki arról van meggyőződve, hogy ő a jó vezetőkben, a jó vezérekben, a jó politikusban, a jó spirituális vezetőben hisz. Tehát úgy a főáramú híreknek a követői, mint az alternatív hírek követői meg vannak győződve ugyanarról, hogy ők a jó vezetőben hisznek, a jó tudósban hisznek, a jó politikusban hisznek. Érthető? Viszont, és jól figyeljetek, az alternatív média főszereplői, úgymond a főáramú média fekete bárányai nem fogják elmondani azt, amit Jézus. Jézus nem azt mondta, hogy az a baj, hogy a rossz vezetőt követjük, és nem a jót. Hogy legközelebb szavazzál másképp. Hanem egyértelműen kimondta Jézus, hogy az a baj, hogy embereket követtünk. Egyenesen kimondja azt, hogy emberek, magyarok, zsidók, cigányok, románok, szlovákok, nem az a baj, hogy a rossz vezetőket követitek a jók helyett, hanem az a baj, hogy embereket követtek. És többször hangsúlyoztam több videóban, az Ószövetségi proféta egyértelműen kimondja, hogy átkozott az az ember, aki embereket követ. Átkozott. Miért? Miért követ egy ember embereket? Miért követi ő az embertársait? Azért, mert nem hallja Istent. Azért, mert Jézus fölöslegesen halt meg számára. Nem értette meg a megváltás lényegét. Nem értette meg, hogy Jézus egészen konkrétan megmutatta. Megmutatta, hogy egy ember hogyan kapcsolódhat a teremtőjéhez, hogyan hallhatja az ő istenét. Márpedig, ha egy ember hallja az ő istenét, nem kell embereket kövessen. Nem kell higgyen sem a főáramú médiának, sem az alternatív médiának. Sőt, egyértelműen látja, hogy mind a kettő hazudik. Egyértelműen látja, hogy mind a kettő ugyanabból a forrásból származik. Úgy a főáramú média, mint az alternatív média. Na ez, amit senki nem fog elmondani. Sem a fekete bárány, sem a fehér. Sem a főáramú média, sem az alternatív média. Amit Jézus mondott, hogy az a baj, hogy embereket követünk, és nem halljuk Istent. Ezért úgy a követők, mint a követettek, ugyanabba a szakadékba esnek. A vak vezeti a világtalant. Egyik gyarló ember vezeti a másik gyarló embert. És mind a ketten a szakadékba esnek. Na ez az evangélium botránya. Ez az igazság botránya, kedves hallgatók. Belenéztem egy YouTube videóba, szemem elé került, tényleg nem kerestem. Szemem elé dobta, hogy a tüntetés után beszélgettek ott a Pócs Alfréd, meg egy néhány ember. És megnéztem, hogy miről van szó. A műsorvezető valamit felolvasott a laptopjáról. Ilyen babonás, hogy a Baba Mária, meg nagyasszonyunk, meg a mit tudom én. Tehát pontosan, mint régebb, ugye, hogy felsoroljuk az isteneinket. Hogy a napisten, meg a holdistennő, meg a mit tudom én, az elefántisten, meg a ugye Indiában a majomisten. És tényleg ilyen babonákban hiszünk, kedves hallgatók. És nem értjük, hogy miért van probléma, miért van ennyire lezülleszve, miért van ennyire lezülve a magyarság. Babonát követünk. Nagyasszonyunkban hiszünk, egy koronában hiszünk. Nem kell nekünk bölcsesség. Ilyen babonásan imádunk ilyen különböző neveket. Szent László királyt imádjuk. Meg nem tudom, melyik királyt imádjuk. Kedves hallgatók, ez mind babonaság. Ez a babonaság nem különbözik a hindu babonaságtól, akár a zsidó babonaságtól, a kabballától. Egy cseppet sem különbözik. Vagy a keresztény babonától, ami van a kereszténységben. Hogy Jézust ilyen szűzévé tették, ilyen varázslóvá tették. Ilyen Harry Potterré tették Jézust kereszténységben. Drága embertársak, ezek nagyon súlyos gondolatok, és ezért tartom én fontosnak, hogy kihangsúlyozzam folyamatosan, hogy én nem azt akarom ezzel sugallni, hogy én vagyok az igaz, mostantól engemet kövessetek, Isten ments, engemet kövessetek. Én többször elmondom, hogy egyszerű, gyarló ember vagyok, engemet a személy dombról szeret össze Isten. Onnit mentett meg.
Hát Isten mentse, valaki engemet kövessen. Én elmondom a bizonságaimat, amelynek a célja az, hogy minél több ember megértse, hogy személyesen Istenhez fordulhat. És Jézus nem varázsló, Jézus nem Harry Potter, hanem Jézus szavakkal, értelmes szavakkal kijelentette az igazságot, és megmutatta annak a módját, hogyan kapcsolódhatunk Istenhez, hogyan hallhatjuk Istent, hogyan válhatunk Istent hallóvá. Szó szerint, hogyan válhatunk Isten gyermekeivé. Ő ezt megmutatta. És ő nem azt mondta, hogy ilyen Babba Máriához imádkozzunk, az ő édesanyjához imádkozzunk. Még azt sem mondta, hogy őt bálványozzuk, sőt megszitta a másikot. Aki azt mondta, hogy jó mester, azt mondja, miért nevezelt engemet jónak? Tehát hízelegni akarsz nekem? Milyen bajod van? Miért nevezelt engemet jónak? Nem tudtad, hogy senki sem jó, csak az Isten? Ezt mondta. Ő nem engedte, hogy őt bálványozzák. Ezáltal is példát mutatva nekünk, hogyha ő nem engedte, hogy őt bálványozzuk, akkor te miért engeded meg, hogy téged bálványozzanak? Miért engeded meg, hogy az emberek téged kövessenek, téged dicsőítsenek? És miért nem zavarja a lelkiismeretedet az, hogy az emberek tőled függnek, ahelyett, hogy vágyakoznának arra, hogy Istent hallják, hallják az igazságot, Isten megmutassa az ő tévelgésüket, a hazugságait, a bűneiket, és valóságosan megszabaduljanak attól. Téged követnek. Hát nem arra vágysz, hogy mindenki legyen Istent halló ember, hogy ne kelljen senkit sem vezetni az orrától fogva. Nem erre vágysz. Ha nem vágysz erre, akkor te is hamis ember vagy. Akárki vagy. Alternatív média vagy, főáramú médiának a főszereplője, fehér bárány vagy fekete bárány, teljesen mindegy. Aki nem arra vágyik, hogy az ő embertársai váljanak Istent halló emberekké, gyermekek ki, akik hallják, ismerik az ő Istenüket, ismerik az igazságot, van bölcsességük személyesen Istentől, ha nem ilyen ember vagy, akkor te is tolvaj vagy. Te is tolvaj vagy. Ha élvezed azt, hogy téged az emberek bálványoznak és követnek a hazugságaidban, a babonáidban, akkor tolvaj vagy, meglopod Istent. Meglopod az embertársaidat, és Isten irgalmazzon neked, hogy vedd észre minél hamarabb, hogy hazugságban élsz, és ez neked is rossz. Neked is rossz, mert hogyha benne maradsz a hazugságban, akkor te is elsüllyedsz. Oké, lesz, mit tudom én, 50 ezer követőt, az emberek majd lájkolnak a Facebookon, meg a YouTube-on, meg a médiában, osztogatják majd a videóidat, de elsüllyedsz. Az embereknek a lájkja senkit nem fog megmenteni. Csak az Úristennek a bocsánata, amikor az Úristen azt mondja, hogy oké, elvettem a bűneidet, elvettem a hazugságaidat, elvettem a tévelgésedet, adtam gyógyírt a szemeidre, hogy láss, hogy meglásd az igazságot, a valóságot, és élj azáltal. Kedves ragatók, tényleg én nem tudom, hogy tudnék egyszerűbben fogalmazni, tisztában, meg is alázom magamat, hogy nehogy valaki azt higgye, hogy én magamat akarom felemelni. Én nem vagyok okosabb, mint Pócs Alfréd vagy Lenkei Gábor, egyáltalán. Talán sokkal nyomorúságosabb vagyok, mint ők. Engemet az Úristen a személy dombról, a hazugságok tengeréből, a bűnök tengeréből mentett meg, és még most sem vagyok egy perfect gentleman. Nem erről van szó egyáltalán, hanem arról, hogy az emberkövetés vitte oda a magyar nemzetet, ahol mostan van. Mi megtanultuk azt, hogy mi kell kövessünk valakit. A magyarság mindig a jó vezetőt követte, éppen úgy, mint a zsidóság, mint a cigányság. Hát a maga szempontjából mindenki jó úton haladt, a Bibliában ez meg is van írva, Bölcs Salamon mondta, hogy a maga szemei előtt mindenki igaz, saját magam szerint én igaz vagyok, de vajon mit gondol rólam a Teremtő Isten, a tökéletes, a Krisztus? Arra kíváncsi vagyok-e? Arra kíváncsi vagy-e, hogy mit gondol rólad a mindenható Isten? Mert ha kíváncsi vagy, és őszintén kíváncsi vagy, ő megmutatja, ha kéred, és akkor válsz te szabaddá. Nem az alternatív médiával, nem Pócs Alfréddel, nem Bodó Attilával, és nem Lenkei Gáborral. Érthető, kedves agatok, ügyeljetek, könyörgöm, ügyeljetek.
Az alternatív média sokkal nagyobb veszélyt jelent a világ számára, a magyarság számára, mint a főáramú média. Ha valaki azt mondta volna nekem, én ezt fogom mondani, egy fél év múlva én nem hittem volna neki. De most már meggyőződése, hogy az alternatív média sokkal nagyobb veszélyt jelent a magyarságnak, mint a főáramú média. Mert az alternatív média is hazugság, ugyanabból a szellemiségből származik. De viszont, aki az alternatív médiát követi, abban van egy lepezett kevésség. Azt hiszi, hogy ő jobban látja dolgokat, mint a többiek. A tömegmédiát követő emberekben legalább van egy kicsi alázat. Azt mondják, hogy te nem biztos, hogy jól látom. Valami nekem sem stimmel. De akik az alternatív médiát követik, a legtöbben kevélyek, birkának nevezik az embertársaikat. Holott ők is nyomorultak, ők is be vannak csapva. Isten irgalmazzon mindannyiunkon. Ezt tudom csak mondani. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.